ünnepi műsorral köszönték meg a gyerekek az új bölcsödét Biriben. Ahogy az összes oktatási intézmény a faluban, ez is magánkézben van. A Közös Kincs Közhasznú Egyesület a fenntartója. A bölcsödét 2 évvel ezelőtt kezdték építeni, szerda délelőtt pedig már át is vágták a szalagot. A törvényi változások következtében 2017-től már nem lehetett egységes óvoda bölcsödét működtetni a településeken, így ekkor kezdték el a munkát, hogy most önálló bölcsöde jöhessen létre. 12 férőhelyjel és 1 csoport szobával rendelkezik az új intézmény. Egy vezetőnőnk van, aki diplomás csecsemős kisgyermeknevelő, egy középfokú végzettségű gondozónk, aki szintén kisgyermekgondozó nevelő, egy bölcsödei dajkánk és egy takarítónénénk van a bölcsödébe. De hát ez is az egy ilyen kicsi faluban nagyon jó, mert 4+ munkahely, és ráadásul a diplomás kislányunk is birisi helybeli lakos, tehát ő sem ment el máshova, itt fog maradni. Egy logopédus is helyet kap majd a bölcsödében, neki is külön irodája lesz. A sószobának is megvan már a helye, ez azonban később fog elkészülni. Ez a 6. bölcsöde, amelyet a közelmúltban átadtak a térségben, és további 2 a tervek szerint még idén átadnak. Van 6 nyertes bölcsődei projekt a térségben. Ha ezeket egybe vesszük és hozzáadjuk még a 7 óvodának a felújítását, akkor 4 milliárd forintot kapunk, és összesen ilyen formán a bölcsődék számát veszük, és az óvodák számát, a 20-at ad, tehát 4 milliárd forintból nevelési intézmények újultak meg a térségben. Ha az oktatási intézményeket is szerbe számba vesszük, akkor pedig 36-nál tartunk, és az összeg pedig 9 milliárd forint összesen. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a rendszerváltás óta nem volt ilyen nagymértékű oktatási-nevelési infrastruktúra fejlesztés a térségben. A Biriben átadott bölcsöde 114 millió forintos topos forrásból és 40 millió forintos fenntartói önerőből jöhetett létre. 2016-ban indította a megyei önkormányzat azt a nagyszabású projektet, amelyből ez a bölcsöde is megépülhetett, most pedig újabb fejlesztési csomagban a közgyűlés előtt. Egy 15 milliárdos fejlesztési csomagról született döntés, és ez 60 településen újra bölcsődi fejlesztéseket jelent a közeljövőben, és ennek alapján elmondhatjuk a kis települések intézménytípusa is a bölcsőde, és ennek eredményeképpen a szülők választási lehetőséghez jutnak, hogy családi környezetben, vagy pedig biztonságos intézményi környezetben nevelik a gyermeküket, hogyha a család boldogulása úgy kívánja. Tudjuk persze, hogy az igazi az a családi gondoskodás a gyermeknek legalábbis 3 éves koráig, de vannak olyan élethelyzetek, amikor kell bölcsődei intézményi ellátást is, lehetőséget is biztosítani a családoknak, már csak azért is, hogy minél több gyermek születhessen. A megyei közgyűlés elnöke most először beszélt nyilvánosan arról, hogy a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusban is várhatóan a jelenlegi összegekkel tudnak tervezni. Ez Nyíregyházával együtt közel 140 milliárd forintos topos forrást jelent majd a megye településeinek.